Úgy gondolom, hogy a legtöbb ember számára nem titok, hogy a történelmet meghamisítják. Úgy igazából nem is nagyon kell azt hamisítani, mert van egy olyan mondásunk, amely leleplezi azt, hogy mi történik a történelemmel. Egyszerűen csak az történik a történelemmel, hogy a győztesek írják azt. Ez itt van olyan sokféle történelem. Ez itt van a magyarságnak is, olyan sokféle történelme, és feltehetőleg minden népnek sokféle történelme van. Van egy történelme a népnek az ő saját perspektívájából, akár a nemzeti érzelemből fakadó verziója, van a nemzetközi verzió, amely általában különbözik a saját verziótól, tehát a történelemnek több verziója van. Sokan arra adták az életüket, hogy kinyomozzák, hogy hol történt a hamisítás, hogy mi a valódi történelem, mert vissza kell mennünk a gyökerekhez, és akkor mindenki boldog lesz. Kedves agatók, én próbálom a legnagyobb alázattal és szerítséggel mondani azt, hogy ez egy vakvágány. Én nem azt akarom, hogy elvegyem a magyarok, vagy a székelyek, vagy a zsidók, vagy az amerikaiak történelmét. Én nem azt akarom, hogy elfelejtsük azt, feltéve, hogy egyáltalán tudjuk a helyes történelmet. Én csak próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy azáltal, hogy valaki megismeri az ő történelmét, nem fog közelebb kerülni sem a boldogsághoz, sem a békességhez, sem az Isten országához, jóformán semmihez. Maximum egy életet el fog tölteni azzal, hogy hadakozni fog, vitázni fog más emberekkel, akiknek teljesen mások a nézeteik a történelemről. De viszont teljesen biztos, hogy ez egy vakvágány, teljesen fölösleges időpazarlás, és persze ezt én később alá fogom támasztani a későbbiekben, hogy miért mondom ezt. És ugye nem beszélve arról, hogy egymást bántalmazzuk. Kinek van igaza? Melyik verzió az igaz? A finnugor elmélet? A szkíta elmélet? Keletről jöttünk? Nyugatról jöttünk? Merre jöttünk? És merre tartunk? Kovádész, ugye? Kedves hallgatók, szerintem teljesen egyértelmű, hogy mint ahogy akár a szlovákok vagy a románok elfogultak a saját történelmüket illetően, úgy bennünk is van a nemzeti érzésből, a nemzeti büszkeségből fakadó elfogultság a történelmünkkel kapcsolatosan. Tehát nem csináljuk azt, hogy kritizáljuk embertársainkat, szomszédainkat, a szomszédos nemzeteket, és mi azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk elfogultak. Érthető? Tehát fennáll a veszélye, hogy maga a büszkeség, nem csupán az egyéni, hanem a nemzeti büszkeség is az embert elfogultá teszi. Ebből következik ugye később az, hogy az ember folyton az embertársai szemében levő szákával foglalkozik, és az ő szemében lévő gerendát nem veszi észre, teljesen figyelmen kívül hagyja, holott az ő személyes kötelessége az volna, saját magával szemben, embertársával szemben, és Istenével szemben, hogy a saját szemében lévő, saját kutyában lévő gerendákat eltávolítsa. Mert az lesz igazán szabad, aki észreveszi és felszámolja a saját problémáit, a saját hazugságait, a saját bűneit. Történelem és jövő hamisítás. Teljesen egyértelmű, hogy a történelmet a nyertesek írják. Főképp azt a történelmet, amelyet mindenki ismer. A közismert történelmet mindenképp a nyertesek írják. És nem valószínű, hogy olyan óriási nagy jelentősége van annak, hogy valaki vitába száll, vagy egyáltalán van értelme annak, hogy vitába szállunk egymással. Afelől, hogy kinek van igaza. Ki ismeri a helyes verziót? Ha
Fennáll a veszély annak, kedves agatók, hogy nem ismerjük a saját történelmünket, hogy bármeddig kutatjuk különböző kőtáblákon, rovásírásban, barlangfalakon, az ecuadori barlangokban, vagy pedig a székelyföldi nem tudom én milyen dokumentumokban, vagy leletekben. És még úgy sem fogjuk megtalálni a történelmünket, de hogyha meg is találnánk, vajon egy olyan pont, ahol már voltunk, és amit ott hagytunk, amelytől már eltávolodtunk, eljöttünk, tud-e nekünk segíteni abban, hogy megigazuljunk, hogy tiszták legyünk? Tehát, hogyha az a történelem, tegyük fel, hogy én úgy gondolom egyébként, hogy mi jobban éltünk korábban. Tehát nem volt akkora baj Kárpát-medencében, a magyarság köreiben, Székelyföldön, mint amekkora most van. Nekem ez teljes meggyőződésem. Tehát egyértelmű, hogy a történelmünk bármilyen is volt, valamelyest talán jobb volt, mint az, ami mostan van, jelenünk. Tehát nem volt ugye olyan fokú agymosás, volt valamiféle erkölcs, az emberek tisztelték egymást, volt egyenesség, egymás szemében néztek az emberek, és úgy kommunikáltak. Tehát én úgy gondolom, hogy a történelem bármilyen is volt, csak jobb lehetett, mint most, amilyen állapotban van a magyarság. De viszont többször mondtam azt, hogyha az ember a hazugság 5.02-es verziójából visszamegy a hazugság 2.03-as verziójába, azzal nem ér semmit. Tehát bármilyen is volt a történelem, kedves agatók, eljöttünk onnét valamiért, mert nem volt tökéletes. Ha tökéletes lett volna, akkor ott maradtunk volna feltehetőleg, így van-e? Tehát mi nem szabad elfelejtsük azt, hogy bármilyen messze menjünk vissza az időben, a történelemben, még ha tökéletesen ismerjük is azt, akkor is egy elbukott emberi valósággal találkozunk. Tehát engemet az nem segít, hogy a hazugság jelenlegi verziójából visszamegyek a hazugság egy korábbi verziójába. Érthető? Lehet, hogy az a hazugság nem volt olyan hatalmas, mint a mostani. Lehet, hogy nem volt olyan durva a szituáció, mint most, amilyen, sőt, teljesen biztos. De az is hazugság volt. Az is már az elbukott emberi állapot volt, kedves ragadók. Az én dolgom nem az, hogy visszamenjek a hazugság egy korábbi, egy enyhébbik verziójához, hanem az, hogy előre menjek és megtaláljam az igazságot, amely teljes mértékben lenullázza bennem a hazugságot, a gonoszság minden részecskéjét. Teljesen semlegesíti. Felszámolja azt. A probléma, kedves hallgatók, az, hogy nem csupán a történelem van hamisítva a magyarság esetében, a világ összes nemzet esetében, hanem a jövő is. És ebben a videóban most főképp arra fogom felhívni, hogy azok után, hogy a történelmünket elvették, mert tényleg elvették, a nyertesek írták a történelmünket. Azok után most a jövőnket is elveszik, a jövőt is meghamisítják. És arra is fel fogom hívni a figyelmet, hogyha már a történelem és a jövő meg van hamisítva, akkor mit tehet az ember? Mit tehet a magyar? Mit tehet a székely? Kovádisz, merre tovább? Hogyan tovább? Tehát a múltadat elvették, a jövődet most hamisítják. Amire rájössz, mit tesznek veled az amerikai filmek, drága embertárs? És úgy általában a szórakoztató ipar lehet neked már túl késő lesz. Tudom, hogy durva szavak ezek, durva, kemény szembesítések. Ezért tényleg könyörgöm az Úristenhez, hogy tudjam a legnagyobb alázattal mondani azt, amit mondok. Hogy senki ne vegye ezt támadásnak, hanem inkább egy féltő, szerető, kiáltó szónak. A múltunkat, hogy elvették, ezt a tényt tanúsítja a több ilyen, ilyen nemzeti érzésű mozgalom, ami van ugye jelen van Magyarországon is, Székelyföldön egyaránt. Tehát ez tiszta sor. A múltunkat elvették.
el vagyunk szakítva a gyökerünktől, de azt sem tudjuk, hogy merre tartunk, az a probléma. A jövőt most hamisítják. És itt a második bekezdésben elmondtam azt, hogy hogyan van hamisítva a jövő, kedves hallgatók. A jövőnk úgy van hamisítva, hogy a mi tekintetünk, amit Jézus úgy hív, a mi szemünk, amit Jézus úgy hív, hogy a testünk lámpás, a test lámpása, a szem, rá van teljes mértékben irányítva a médiára, amit úgy hívunk, hogy szórakoztatóipar, amerikai filmek. És az amerikai filmek, kedves hallgatók, nem olyan ártatlanok, mint amilyennek tűnnek. Bármilyen érzelgős az a zene, a zenei aláfestés, nem ártatlanok, és nem arra vannak kitalálva, hogy az embert megvilágosítsák, vagy betaszítsák őt az Isten országába. Egyáltalán nem. Hanem arra vannak kitalálva, hogy megírják az ember jövőjét, mert amit én beviszek a tekintetemmel, a szemeimmel, amit én beviszek az elmémbe, a szívembe, a lelkembe, az a jövő fog úgymond felépülni az én életemben. Most, jelen pillanatban, intenzíven, brutálisan hamisítják a jövőt. Már tudják, hogy a történelmet nem lehet megmenteni. Tehát a történelem menthetetlen. Senkit nem akarok lehangolni. Senkit nem akarok meggyőzni erről, hisz nem tudok senkit sem meggyőzni. Én elmondom az érveket, amit kaptam Isten kegyelméből. Aki hallja, azt talán megérti. Aki megértheti, megérti, a többi meg nem érti meg. Nincs, amit csináljak. Én egyszerűen csak elmondom a bizonságot, amit kaptam az Élő Istentől. Tehát senkit nem akarok lehangolni, de a magyarság, de nem csupán a magyarság, úgy a románok, mint a magyarok, mint a világ összes nemzete, elvesztette a történelmét. El kellett, hogy veszítse a történelmét. Miért? Azért, amit az előbb mondtam. Azért, mert az sem volt jó. Nem volt tökéletes, eltávolodtunk. Azért mentünk tovább az úton, mert nem volt jó, tovább keresgéltünk. Jött a technika vívmányai, különböző felfedezések, a Nobel-díjas és nem tudom milyen díjas felfedezések, de még mindig bajban vagyunk, és ezt mindenki érzi. Tehát a történelmet azt már teljesen kinyírták, minden. És hangsúlyozom, kedves agatók, hogy ez így van rendben, ez így rendben van. Tudom, hogy fájdalmas, de rendben van, mert amiben bármi, amiben hamisság van, a legkisebb hamisság nem élhet, nem maradhat meg. Érthető? Tehát nem ok nélkül hagyta a Teremtő Isten, hogy a történelmet úgymond hamisítással, vagy bármilyen más módon eltöröljék, vagy megsemmisítsék. Azért hagyta, mert tudta ő, hogy az sem volt tökéletes. Sem a magyaroknál, sem a románoknál, sem a zsidóknál, sehol nem volt tökéletes. Kedves hallgatók, ezért engedtetett meg fentről, hogy a történelmet hamisítsák. Hogy aki abba kapaszkodik és aki azzal foglalkozik, aki arra szenteli az életét, megérezze és megtapasztalja, hogy vakvágány, hiába valóság, ahogy mondta a király, a bölcs király, felette nagy hiába valóság, nincs értelme a történelemben nyomozni, mert az nem tud nekünk egy jó jövőt biztosítani. Tehát, mint mondtam, a történelem az ki van nyírva, és most történik, ugye, most írjuk a történelmet a jövőnket illetően, azáltal, hogy követjük a médiát. Nem csupán a főáramú médiát, nehogy valaki azt gondolja, hogy ez csupán a főáramú médiára érvényes. Nem, ez érvényes az összeesküvés elméletre, az alternatív hírekre, sőt, sokszor az alternatív hírekre, az UFO-s sztorikra sokkal inkább érvényes az, amit mondok, mint a főáramú médiára. Sokkal nagyobb a megtévesztés az alternatív hírekben, avagy az összeesküvés elméletekben, mint a főáramú hírekben. És minden egyes ember, aki a médiát követi, aki embereket tudakol még mindig, emberektől akarja megtudni az igazságot, és még mindig nem tudta rávenni magát arra, hogy leereszkedjen, meghajtsa az ő térdeit, megpuhítsa az ő szívét, hogy az ő Istenéhez fohászkodjon, hogy kapjon kijelentést. Az ember nincs ahogy,
Nincs ahogy meglássa az igazságot. Nincs ahogy. Tehát a jövőt azt most írják, most hamisítják, mert ami bemegy az ember szemein, az ember fülein, az bekerül az ő elméjébe, az ő szívébe, és így formálja az ő jövőjét, az ő holnapját. És nyilván hogyan történik a jövő hamisítás? Az úgy történik, kedves hallgató, hogy az emberek, az egyének, hangsúlyozom, a sok-sok egyén, nem azt mondom, hogy a tömeg, hanem a sok-sok egyén, a sok-sok te, ugye, a sok-sok te, a sok-sok én, a jelen pillanatban, jelen momentumban nem a jelen van, nem az Úristen jelén van rajta, mert nem is találkozott vele. Tehát nem lehetünk rajta egy olyan jelen, amiről talán még nem is hallottunk, vagy nem tapasztaltuk meg a valódiságát annak, a valóságát. Tehát a legtöbb ember nincs jelen. Ezt nem úgy értem, hogy jövő, múlt, jelen, hanem úgy értem, hogy nincsen rajta a jelen, a mennyei jelen, kedves hallgatók, a mennyei igazságon nincsen rajta, nem találkozott még azzal. És ezért rajta van az alsó jelen, a lenti jelen, a világháló jelén, a fenevad hálózatának a jelén, és onnét veszi az adást, és ezáltal gyakorlatilag ő hamisítja a saját jövőjét. Ő hamisítja, mindenki egyenként hamisítja a saját jövőjét. Tudom, hogy ez borzalmasan hangzik, de muszáj elmondani. Ezt muszáj elmondani. És amikor rájössz, hogy mit tesznek veled az amerikai filmek, és úgy általában a szórakoztatóipar, lehet, neked már túl késő lesz. Én kívánom teljes szívemből, adja az Úristen, hogy ne legyen neked késő, hogy jöjj rá minél hamarabb, hogy az internet, a világháló, amit úgy hív a jelenések könyve, hogy a fenevad képe, ugye, az Android képe, a televízió képe, a számítógép képe, képernyője, az tulajdonképpen átírja a jövődet, veled íratja át, rád bízza a piszkos munkát. Itt nem a Soros György, mint ahogy szokták mondani, nem a vezetők írják át a mi jövőnket, hanem mi, azáltal, hogy a figyelemünk, a tekintetünk, a szemünk, a testünk lámpása nem az Istenen van, nem az élet forrásán van, hanem a világhálón. Hogyan történik ez, kedves hallgatók? A filmek lekorlátozzák az Isten adta józan gondolkodásodat. Tehát, hogyha megnézel egy filmet, én például észrevettem, Isten kegyelméből, nekem Isten megmutatta konkrétan, hogy hogyan voltam én beprogramozva az amerikai filmek által, a szórakoztatóipar által, a különböző ártalmatlannak tűnő érzelgős sók által. Ne hidd, hogy te nem vagy átprogramozva. Tehát a filmek, az, amit beviszünk a testünk lámpásán keresztül, a szemünkön keresztül, az átírja a gondolkodásmódunkat, és a gondolkodásmódunk alakítja a jövőnket, úgy egyéni, mint kollektív szinten. Érthető? Ez így történik. Az embernek az identitása, a te identitásod a múltból áll, a jelenből és a jövőből. És mind a hármat megbeszéltük. Hogyan, mi történt a múlttal, a történelemmel, a tört én elem, ugye? A tört elem. Én vagyok a tört elem. Tört elem vagyok. Azáltal, hogy én emberektől akartam megtudni, hogy ki vagyok, honnét jöttem, és merre tartok. Mindaddig, amíg emberektől akarod megtudni, hogy ki vagy, merről jöttél, és merre tartasz, teljesen biztos, hogy te is tört elem vagy,
én is tört elem. Tört én elem. Tört te elem vagy. Tehát az identitása az embernek a múltból állna, a jelenből és a jövőből. Ugye ez, ami tulajdonképpen egybe fog olvadni nagyon sok ember számára, amikor belépik az örökké valóságba, nem lesz sem múlt, sem jövő, hanem csak jelen. Mindenki a jelen lesz. Rajta jelen. A tökéletes jelen. Tökéletességben lesz. A múlt hamisítva, a jövőkép eltorzítva, a jelen pedig lefoglalva, azáltal, hogy a szórakoztató ipar termékét fogyasztod, és nem hallod Istent. Tehát az, hogy filmezel, tévézel, internetezel, Facebookozol, YouTube-ozol, az a bizonyítéka annak, hogy nem vagy rákapcsolva Istenre. A kérdés jogos. Én most mit csinálok? Én is YouTube-ozok. Én rajta vagyok a YouTube-on. A Facebookról ugye tegnap jöttem le, elmentem szabadságra, mert túl sok volt. Viszont aki hallotta a korábbi videókat is, és ismeri azt a lelkületet, amiből beszélek, tudja, hogy én nem jó kedvemből vagyok rajta a világhálón, hanem azért, hogy szóljak neked, neki, és egy néhány embernek, hogy az élet nem ott van. Hogy az, amiben vagyunk, az, amin vagyunk, az maga a halálnak a tágas útja. Amikor az ember emberektől akarja megszerezni az érdekességet, az igazságot, a megértést, teljesen biztos, hogy vakvágányon van, át van írva az ő történelme, és a jelene által, amit lefoglal a média, azáltal át van írva a jövője. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez. Én mindig próbálok egyszerűen fogalmazni, de sokszor egyszerűen nem megy ennél egyszerűbben. Nem megy. Pedig egyszerű ember vagyok. Tehát azáltal, hogy a jelenem le van foglalva, tehát nem vagyok a jelen, nem vagyok Isten jelén, hanem a Facebookon vagyok, a YouTube-on vagyok, a tévét nézem, a híreket követem, világi emberekkel konzultálok folyton, azáltal én a jelt elvesztettem. A jelt, Isten jelét, az élet jelét elvesztettem. Le van az foglalva. És azáltal az én életem alakul ahhoz az információ csomaghoz, amit én kapok honnét? A világhálóról, avagy a sátán hálóról. Érthető? Ennyire egyszerű a képlet. Tehát ha valaki folyamatosan az interneten van, és a Facebookon, a YouTube-on, a Google-en, az a bizonyíték annak, hogy ő nem hallja Istent, mert ő kíván valamit. Van egy űr az ő szívében, mint ahogy mindenki szívében ott az űr, egy tátongó űr. És azt az űrt ő próbálja betölteni, de honnét? Lentről, a világból, a világ hálózatából, és nem a mennyei hálóból. És így lesz, úgymond, az embernek a jövője átírva. Tehát az amerikai filmek folyamatosan írják az ember jövőjét. És én most én bevallom őszintén, hogy megnéztünk egy filmet. Én nem mondom el a címét szerintem, mert nem akarok én reklámot csinálni ennek a filmnek. Brutálisan durva film. Csak érdekességképpen megnéztem, hogy mi történik a világban, hogy az emberek mit néznek, az emberek mi által vannak átprogramozva, hogy milyen jövő van belekódolva az ő fejükbe. És elborzadtam, elszörnyen, elképettem, hogy hogyan írják meg, hogyan írja meg a lenti világ, az elbukott emberi gondolkodás, hogyan írja meg az emberiség jövőjét. Borzasztó, borzasztó. Oké, elmondtam azt, hogy hogyan lett meghamisítva a történelem, a nemzetek történelme, miért volt meghamisítva, miért engedte Isten, hogy meghamisítsák azt, meg legyen hamisítva,
És azt is elmondtam, hogy most a jelenben, tehát a mostban az embereknek a jövője van meghamisítva azáltal, hogy el van terelve a figyelmük a lélekről, isteni lélekről, a lélekről, a mindenható Istennek a lelkéről, akit gyakorlatilag Jézus megmutatott nekünk, megmutatta, hogy az a lélek milyen. Ő megmutatta, hogy hogyan tudunk mi rá csatlakozni erre a lélekre. Mi ebből vallást csináltunk, mi ebből dogmát csináltunk, mi ebből kereszténységet és babonát csináltunk, kedves hallgatók. És ezért az emberek Jézus és Isten nevében vannak rajta a világhálón, nem a mennyei hálón, hanem a világhálón. És így van a jövőjük meghamisítva. És akkor most röviden és tömören elmondom a megoldást, ezt már rengetegszer elmondtam, most megint elmondom, azok kedvéért, akik még nem hallották, és talán most meghallják. Pál apostol olyan szépen és egyszerűen fogalmaz. Aki Krisztusban, a Krisztusnak a beszéde, tanítása, az ő lelkülete által újjászületik, megismeri az ő beszédét, megérti, és megcselekszi azt, és újjászületik, arra azt mondja Pál apostol, hogy a régiek elmúltak. Imé újjá lett minden. Tehát aki újjá van születve, újjá születik Isten kegyelem által, az ő igazsága, az ő szava által, az ő kijelentett szava által, az az ember új teremtés. A régiek elmúltak. És már többször mondtam azt, hogy az újjá teremtett, újjá született embernek nincs történelme. Nincs horoszkópja például. Nincs neki semmilyen, úgymond, olyan emléke a múltból, ami rossz irányba tudná befolyásolni az ő életét, az ő útját, az ő jövőjét. Az Úristen megadja azt a kegyelmet, hogy mindent, ami nem része az igazságnak, elvesz az embertől, kiüríti az ő, mondjam azt, memóriáját, az ő szívének a memóriáját. Úgy mondja ezt az írás, hogy új szívet kapsz, új értelmet kapsz. És az önember számára, aki újjá van születve, nincs múlt. Tehát a múltam bármilyen is volt, tehát bármit is csináltam én a múltban, el van törölve. Ez, ami az ember számára felfoghatatlan. És kívánom, hogy minél többen felfogják, de én nem tudom senkinek a fejébe ezt belepompálni, belegyömöszölni. Ezért mondom, hogy ez csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen Istenhez kiált, mint gyermek, és meghallja az ő hangját. Csak úgy lehetséges. Tehát nincs múltad, bárhogy éltél, bárhogy voltál, bármilyen hibát követtél, bármilyen tévedést követtél el, azt eltörli az Úristen. Ez nyilván különböző módon történik különböző embereknél, annak függvényében, hogy milyen problémákkal rendelkeztek, milyen hibákkal rendelkeztek, és milyen a jellemük. Tehát mindenkit úgy formál az Úristen, ahogy ő látja, hogy kell azt az embert formálni. Van, akinek gyorsabban megy, van, akinek lassabban megy, az teljesen biztos, hogy maga az átformálódás az úgy megy, hogy először ugye vannak, mint ahogy mondtam, vannak a szembesülések, a szembesítések, az elég kemény az a rész. De Istennel, az ő kegyelmével elhordozható, elviselhető. Tehát, hogyha az ember Isten kegyelme által szembesül azzal, amit ő csinált, ahogy ő élt mostanig, akkor azt ugye könnyebben el tudja viselni annak a fájdalmát. És azáltal, hogy az ember szembesül mindennel, amit ő elkövetett, és minden, ami helytelen volt az ő életében, őszinte megbánást és őszinte feloldozást fog kapni az élő Istentől. És akkor következik az, hogy az élő Isten felülír mindent. Tehát letörli a régit, a régi memóriát, a régiek elmúlnak, és feltelepíti az újat. És így lesz az,
hogy az ember, aki megismeri a Teremtő Istennek a szavát, az ő tervét, tökéletes tervét, az új teremtésé válik. Ha ezt nem teszi meg egy ember, vagy ez nem történik meg egy ember, akkor mi az ő sorsa? Az, hogy az ő történelme, az ő fájdalmai, az ő tévedései, az ő hazugságai, az ő bűnei fogják megírni az ő jövőjét. Ez történik, kedves agatók, ez tiszta, egyszerű logika. Ez nem olyan komplikált, ez nem nehéz megérteni. Sőt, Isten segítségével még könnyebb. Tehát minden egyes ember még mielőtt találkozna az élő Istennel, az történik, hogy ő benne van egy kerékvágásban. És az a kerékvágás bele fogja őt vinni egy szakadékba. És az a kerékvágás úgy lett összerakva, hogy egy gyenge oktatási rendszer, ahol olyan dolgokat tanultam meg, nem igazak, ugye, például egy rossz gyermekkor, tele bántalmakkal, sérelmekkel, egy rossz házasság, tele bántalmakkal, tele sérelmekkel, akkor a hamis, hazug hírek, ugye, a lenti hírek, ugye, egyenesen a pokolból, tele megfélemlítéssel, megszégyenítéssel, és ezek formálják folyamatosan az embernek a jövőjét, ami egy sötét lyukba torkollik, ugye? Ez a fekete lyuk, a tudósok fekete lyuka, szó szerint. Ez a fekete lyuk, amibe az embereket egy ilyen örvény viszi lefelé, és ez az örvény az nem más, mint a fenevad, a fenevadnak a képe, ugye? Jelenések könyvében, ami nem más, mint a média. De viszont, amikor az ember, mint egyén, hangsúlyozom, mint egyén, nem tömegesen, hogy elmegyünk egy ilyen gyülekezetbe, ott örjöngünk vezényszóra, meg nem tudom én, mit csinálunk, hanem mint megtört szívű gyermek, valaki imádkozik a Jóistenhez, ő belépik az ő életébe, és lefoglalja az ő életét. És azt mondja, hogy gyere, mostantól gondoskodom rólad, te csak rám figyelj, te csak rám figyelj. De akkor fordulj el a fenevad képétől, fordulj el a világhálótól. Nagyon sok emberrel találkoztam, akiket az Úristen megérintett óriási erővel, óriási kegyelemmel, sőt csodákkal. De viszont, mivel ők nem akartak elszakadni, nem engedték az Úristent, hogy ők őt elkülönítse egy picike időre, legalább, mit tudom, egy néhány hónapra, elkülönítse a Facebooktól, a világhálótól, hogy ők ne érintkezzenek a hazugsággal, amely írja számukra a pokoli jövőt. Tehát egyesek nem engedték ezt, hanem úgy akartak Istenben lenni, és Istennel járni, az igazságban járni, hogy közben folyton követték a Facebookot, folyton követték a világhálót, és nem tudtak átformálódni. És Isten elengedte őket, és visszaengedte őket, és visszaestek a médiába, visszaestek a Facebooknak az örvényébe, és nem értik, hogy miért megy tönkre az életük, miért nincsen békességük. Miért van annyi lázadás és lázongás az ő életükben? Miért van annyi fájdalom az ő életükben? Ezért, kedves agatok, ezért. Mert az Úristen hívta őket, megérintette, csodákat tett, megszólította, de ők örömükben, amikor megkapták a csodát az Istentől, visszamentek a világhálóra, vissza a médiába, amely úgymond folyamatosan telepítette fel azt a brutális, katasztrofális és apokaliptikus jövőt az ő elméjükre, amit a hollywoodi filmek is úgymond telepítenek. Kedves agató, én őszintén remélem, hogy ez érthető volt. Én nem tudom ennél érthetőbben elmondani, legalábbis nem most. Lehet, hogy holnap talán tisztában fog jönni, de most csak így tudtam elmondani. Történelem és jövő hamisítás. Így történik. Tehát, hogyha szeretnél egy szebb jövőt, egy tökéletes jövőt, akkor
Készülj fel arra, hogy az Úristen, ha hozzáfordulsz, eltörli a történelmedet. Először szembesít a hibánkkal, hogy ne kövesd el újból őket, azokat, és megbocsájt, feloldoz, és külön választ a világtól, picit elvesz a világtól, hogy tudjon téged átformálni. Ha te ezt engeded neki, teljesen biztos, hogy meg fog erősíteni, és beindítja benned a tökéletes jövőnek a, mondjam azt, a szoftverét. Érthető? Ez így működik. Ezt én most így tudtam elmondani ilyen nyelvezettel, remélem, hogy valaki megértette. Aki megértette, nyugodtan megoszthatja, ugyanis ingyen adtam Isten kegyelméből, ingyen adjátok ti is. Jó egészséget, sziasztok!